köszönöm a meghívást. Az Eszter felvezetéséhez kapcsolódnék, hogy hát a geometria, hogy itt a középiskolában tapasztaljuk, a diák részének nagyon nehezen megy, nem nagyon szereti. Hogy ennek mi lehet az oka? Talán az, hogy nagyon sok apró összefüggést, információt kell jó sorrendben egymástán rakni, meg ahogy az Árpád gimnáziumban Mikus Imre tanár úr tanította, hogy hát csak egy vonal kell sokszor a feladatok megoldáshoz, és hát ez a csak egy vonal, ez nem mindig nyilvánvaló, hogy minek kell történnie. Ennek ellenére a matematika versenyeken rendszeresen van nehéz összetett geometria feladat, illetve hát a középiskolai matematikai lapok is minden hónapban 2-3-4 elég szép összetett geometria feladatot szolgáltat. Ez a téma, amit én most szeretnék önöknek egy picit bemutatni, ennek az eredeti a gyökere az a berzsenyis matematika táborra készült. A berzsenyis matematika tábor egy olyan 14-et fogjuk tartani most össze. Itt mindig a berzsenyi gimnáziumban kiválasztjuk a legtehetségesebb 40-40 diákot, és nekik ilyen 90 perces előadások formájában mindenki, amit nagyon szeret, azt elmeséli. Ugye a Berzsenyben van speciális matematika tagozat, de még közülük is kiválasztjuk a legjobbokat. Ez az anyag, amiből szeretnék felvillantani egy-két dolgot, ez oda készült eredetileg. Fogom mondani, hogy mi váltották ki magát ezt a témát, hogy miért kezdtem vele foglalkozni. Hát ott egy 2x90 perces foglalkozásban sem nagyon szokott beleférni. Hát igyekszem majd valahogy ezt egy olyan részét elővenni, amit 30 perc alatt sikerülni fogos valamit kiírt, de lezárom. Na hát akkor először is ugye a geometria, úgy gondolom, egy kicsit most az érettségin is. Ugye középszinten a négy szögekről, hogy megnéztem az érettségi követelményeket, azt mondja, középszinten, hogy ismeri a négy szögek fajtáit, trapéz, paralelogram, deltoid, rombusz, téglalap, négyzet és tulajdonságai, ismereteit alkalmazza egyszerű feladatokban, ismeri a konvex négyszög belső külső szögének összegére vonatkozó tételeket. Hát ebből olyan nagyon sok versenyfeladatot még nem lehet megoldani. Emelt szinten már bizonyítsa a húrnégyszerek és érintő négyszerek tételét, ismerje a tételek megfordítását, ismereteit alkalmazza a feladatok megoldásában. Hát amit az első két pont, amit összegyűjtöm, úgy gondolom, hogy ezt mindenhol tanítjuk a húrnégyszerekről, tehát maga a húrnégyszerek definíciója, és ugye az az egyszerű állítás, hogy akkor is akkor beszélhetünk húrnégyszerekről, hogyha a szemközti szögeinek összege 180. Amit specmaton, illetve a tehetséggondozó szakkörön még tanítani szoktunk, szerintem, vagy legalábbis mi szoktunk, az egyik az a Ptolemaiosz tétel. A másik pedig, amit a gyerekek nagyon szeretnek, pont itt most összefutottam egy előző osztályban egy tanítványom, vagy nekik nagy kedvencük volt, ugye ez a Brahma-Gupta tétele, ami a húrnégyszögek területére egy héronképlethez hasonló, a háromszögnél megismert héronképlethez hasonló összefüggés. A gyerekek szeretik én azt tapasztalni, hogy párhuzamba állítani, hogy lássák, hogy egymáshoz valamiféle közük van a dolgoknak. Ez a két dolog, ami a Ptolemaiosz tételt most a mai előadásban nem fog előkerülni, de a másik állítást azt nagyon röviden majd szeretném használni. Ennek a másik állításnak egy nagyon vázlatosan, és nem szeretnék ezzel nagyon sok időt tölteni a bizonyításra, ez trigonometriát, ha ismerik a diákok, ugye az átlókra felírt két koszinusz tétellel, illetve a területek trigonometrikus összefüggéseiből, némi algebrával, és hát ugye az a szép a geometria feladatokban, hogy amikor a geometria részén túl vagyunk, akkor még egy jó kis kemény algebrába is be lehet szaladni, akár hogyha főleg a trigonometriát használtunk, akkor különösen igaz ez. Hát itt azért arról nincsen szó, itt ugye a szögfüggvények alaptulajdonságit, illetve a színusznézet alfa, koszínusznézet alfa egyenlő egy összefüggést használva, némi kis szorzat alapítással kijön az összefüggés. Egyébként ez a Brahma-Gupta tétel, ez a Brett-Schneider formának egy általános esete, hogy ott van egy ilyen korrekciós tag még, ami nem csak húrnégyszögekre ad egy olyan területképletet, amit én nem láttam még, hogy ember használt volna. Az érintő négyszögekről, szintén, ahogy ugye említettem, a középszinten szinte nem is kell beszélni az érintő négyszögekről az érettségi követelmények alapján, az emelt szinten azért mindenképpen. Itt ugye a definíció, az ismert összefüggés, és hát szintén újra egy területképletet vettem elő, ami megint ugye a háromszögekhez is kapcsolódik, ugye a háromszögeknél ez a beírható kör sugarra szorozva a félkerület összefüggés, ezt ismerik, használják a gyerekek, hát ugye ez nagyon egyszerűen érintő négyszögekre, illetve bármilyen érintő sokszögre bizonyítható, tehát ez úgy gondolom, hogy újabb kihívást már nem jelent.
Na, és akkor az egész hogy jön elő? Hát ez volt az a feladat, ami elindított engem a bicentrikus négyszögek felé. Teljesen jogosan vetődik fel a diákokban, hogy minden háromszögnek van beírható és körírható köre. A négyszögeknél már tudjuk, hogy ez egy külön kegy, hogyha van körírható köre, külön kegy, hogyha van beírható köre. De hogyha egy négyszögnek mindkettő van körírható és beírható köre is van, akkor az aztán már nagyon extrának kell lenni. Ez a feladat Gerős Lászlónak azok a Csodálatos Úrnégyszögek című könyvében találtam. Ez volt az a feladat, ami elindított ezeknek a vizsgálatá, a bicentrikus négyszögekkel való foglalkozása. Az állítás, tehát ugye speciális úrnégyszögből indulunk ki, aminek merőlegesek az átlói, és az átlók meccéspontjával az oldalkrájtott merőleges talpontja is olyan úrnégyszöget határoznak meg, amelyben érint a négyszög. Ez egyszerűen a kerületi szögek vizsgálatából, a zölden jelölt szögek egyenlőségéből, ezt aránylag a gyerekek nagyon ügyesen föl is tudják dolgozni. Nem szeretnék most ezzel olyan sokat, csak hogy ez volt a kiváltó ok. Hát és akkor rögtön fölmerül a diákokba teljesen jogosan, hogy amennyiben van ilyen bicentrikus négyszög, tehát hogy két középpontja van, hogyan lehet azt megszerkeszteni. Ennek a feladatnak annyi a története, hogy én ezt a feladatot először a Nemzetközi Matematikai Diákolimpiák könyvében találtam meg, ez 1962-ben az ötös feladat volt. Egyébként a geometria feladatgyűjteményben benne van. Tehát, hogy így az idők alatt így hogyan változnak a matematika feladatoknak a nehézsége, illetve a megítélése. Hát az 1962-ben egy diákolimpiai feladat volt, most a geometria feladatgyűjtemény, legalábbis a régi kiadásban, a Geo 1-esben benne volt, azt hiszem az újban is benne van. Nagyon röviden azért akkor erről a szerkesztésről, mert hát, hogy ha már van ilyen négyszög, akkor hogyan tudom megszerkeszteni? Hát mindenképpen azt használjuk ki, hogyha ugye három pont, hát hogyha az AB és a BC távolság egyenlő, akkor ez a úrnégyszög érintő négyszög az egyben deltoid lesz, tehát akkor az annyira nem izgalmas, hogy akkor az AC szakasz felező merőleges kimetszi a körből a D pontot. Ha valamelyik oldal nagyobb, mondjuk az AB nagyobb, mint a BC, akkor az érintő négyszögek tulajdonsága, hogy a szemközti oldalak összege állandó, akkor az AB minusz BC szakasz az megegyezik az AB minusz BC szakasszal, tehát ez a kicsi szakasz ez itt, az AB minusz BC, amúgy az AB minusz BC, és akkor ebből jön a szerkesztés ötlete, hogy ebben az esetben ugye ez a két távolság ez egyenlő, tehát egy egyenlő szárú háromszögről van szó, ha ezt a szöget bétával jelöljük, akkor itt egy 180 minusz béta szög kerül elő, és akkor ott látszik is a szerkesztés menetében, hogy lényegében, hogy a szerkesztés az úgy néz ki, hogy az AC szakaszra, nem tudom, hogy tudok jobban mutogatni, így, hogy tudok jobban mutogatni, hát az AC szakaszra a B túloldára egy 180 minusz béta szögű látószögkörívet szerkesztünk, és ebben az AB minusz BC oldal elmetszük, akkor az AP-t összekötve elmetszve a D körvonalat, megkapjuk az ABCD négyszöget, és jól látható, hogy ez a szerkesztés mindig elvégezte, és egy remek bicentrikus négyszöget kapunk. Erről esetben tehát meg tudjuk szerkeszteni, őket tudunk velük dolgozni. Hát a GeoGebra az ugye segít nekünk a szerkesztésekben, és úgy gondolom, hogy a geometria újabb térhódításának talán a GeoGebra fog segíteni, mert hogy ebben azért szívesen matatnak a gyerekek, míg körzővel van azzal az elég nehezen bánnak tapasztalatom szerint. Ha már azt a szép összefüggést fölírtam a Brahma-Gupta tételt, akkor itt is egy nagyon egyszerű összefüggést kapunk, tehát ha bicentrikus négyszögről beszélünk, akkor a négyszög területe az nagyon barátságosan számolható, mégpedig az oldalak szorzatának a négyzetgyöke. Ez szintén nagyon jól megjegyzendő tétel. Azt kell elérnünk, hogy a diákok ne akarják meg minden négyszögre használni ezt a nagyon egyszerű összefüggést. Szintén egyszerű, a Brahma-Gupta tételéből egyszerű algebrával lényegében kijön. Ugye itt az történik, hogy és az még középszinten is tananyag, hogy az érintő négyszögnél, hogyha az egy csúcsból induló szakaszokat, ugye mondjuk x, y, y, z, jelölöm, akkor ugye ez még a középszinten is anyag, hogy a külső pontból az érintő szakaszok egyenlő hosszúságúak, akkor szépen fölírhatóak az oldalak a megfelelő betűzéssel, és hát annyi történik, hogyha behelyettesítjük ebbe a
Brahma-Gupta tételébe, akkor ez az S-A, S-B, S-D, S-C adatok, ezek pont kiadják a, mindig az egy-egy oldal, tehát ez tényleg, hogyha ezt az információt tudjuk, akkor ez innentől kezdve már csak egyszerű algebrai összefüggés. A gyerekek az ilyen összefüggéseket azért gondolja, hogy hírónképpen meg ez a Brahma-Gupta tétel is, hogy egymáshoz van közük, ezt nagyon jól meg tudják jegyezni. Az R-szereses képletet az én előző osztályon bútor képletnek hívtam, mert ugye a 13. kerületben az R-es bútor áruház adódott, és akkor ez bútor képlet, én nem értettem, miről beszélnek, de hát erről, hogy az R-szereses területképletről, hát ez is egy nagyon könnyen, jól megjegyezhető, és tényleg mutatja egy kicsit azt, hogy azért, ha egy négyszögnek mindkét körközéppontja létezik, tehát bicentrikus, akkor azért vannak itt ilyen rejtett, szép tulajdonságok. És akkor most rátérnék arra a két feladatra, egy picikét részletesen és talán nem ilyen gyorsan szeretnék foglalkozni. A háromszögekre ismerik az Euler tételét, hogy egy háromszög köré és beírható körének, háromszög beírható körének sugarát nagyjára jelölve, beírható körének sugarát kisebbre jelölve, D-vel pedig a két kör középpontjának a távolságát, akkor ez az összefüggés teljesül erre a három számadatra. Hát nem ilyen alakban szoktuk ezt a, ezzel a tétellel találkozni, de majd talán a következő a bicentrikus négyszögnél kiderül, hogy miért ezt az alakot használtam. De erre szeretnék mutatni két bizonyítást és egy harmadikat megemlíteni. Az első bizonyítás az tényleg a középiskolai tudással végrehajtható, teljesen elemi geometriai információkat használ. Tehát a pontnak átírtam szorzatalakba, és hát akkor a pontnak körre vonatkozó hatványát írjuk föl, ível jelöltem a beírható és óval a körírható középpontját, és hát akkor az i pontra, ha felírjuk a pontnak körre vonatkozó hatványát, kétféleképpen, tehát AI szer IK, az egyenlő IP szer IQ, amiből ez utóbbi, az R plusz D szer R minusz D, ugye az OP szakasz az a sugár volt, az IO szakasz volt a D, tehát akkor ez az R plusz D szer R minusz D, az már meg is van, tehát akkor ez így már jó irányba haladunk. És hát akkor jön egy kis kerületi szögek. Egyébként a körnél nem olvastam föl, mi a középszint és az emelt szintű követelmény. Tehát a körnél középszinten csak azt kell tudni, hogy a külső pontból az érintési, a külső pontból a körszót érintő szakaszok egyenlőek, illetve a sugár és az érintő merőleges egymásra, illetve a területeket kell tudni. És hát emelt szinten van a kerületi és középponti szögekkel kapcsolatos információ tudása és felhasználása. K-val jelöltem, ugye az A pont, az már is meg volt a K pontunk, most a K vesző az a átmérő K pontnak az átmérővel átelemes pontja, és akkor a következő megállapításokat tehetjük. Alfa per 2-vel jelölve az A-ból induló szögfelező, ugye az alfa szöget két részre osztja, ezek szerint a B a K szög ugyanakkor, mint a K a C szög, mert hogy szögfelezőről van szó. A KK vesző C szög szintén alfa per 2, mert a CKI-hez tartozó kerületi szögek. És hát a BCK szög, mint zölden van jelölve a ábrán, az pedig ugye a BKI-hez tartozó kerületi szögek. Hát ez mind-mind alfa fél szög, ezt a diákok is nagyon ügyesen fel szokták ismerni. Ugye az eredeti állításban itt az IK és az AI szakaszok szerepeltek, tehát vagy a körül kellene kereskednünk. A CIK háromszögről fogom megmutatni, hogy ez egy egyenlő szárú háromszög. Mégpedig ami kivetítve is van, a CIK szög. Ez a szög, ez ugye alfa per 2, meg gamma per 2, mert itt van egy alfa per 2, itt van egy gamma per 2, és akkor az egy külső szög. A ICK szög, az pedig hát ugye áll egy alfa félből és egy gamma félből. Tehát ő is alfa per 2, meg gamma per 2. Tehát a CIK háromszög egyenlő szár, tehát az IK szakaszt majd le tudom cserélni a KC szakaszra. A következő megállapítás, amit teszünk, hogy az AIG háromszög, ugye a G-nél derékszög van az érintés miatt, hasonló a KK vesző C szöghöz, vagy a C háromszöghöz, a C-nél szintén derékszög van, ott pedig a tálesztétel miatt. Tehát akkor az AIG és a KK vesző C háromszögek hasonlóak egymáshoz. És hát akkor felírhatjuk a megfelelő
oldalak arányát, és hát ugye emlékszünk, hogy az AI és az IK-ra kellene valamit mondanunk, hát az AI az így belekerül, az IG az a kis R lesz, a KK vesző az ugye két R, mert az a kör átmérője, a KC szakasz pedig ugyanaz, mint az IK szakasz, tehát lényegében most már csak algebrailag össze kell raknunk az információkat, és akkor szépen felszorozva jön az állítás. Sok kis apró tételt használtunk, ugye kerületi szöveget, tálesztételt, külső szöget, tehát ezek mind olyan, amit egy versenyzőnek, egy szakkörre járó tehetséges diák elven egymástán tud rakosgatni. Nem mondom, hogy azért ez nagyon könnyen szokott menni. Ennek a tételnek ugye nyilvánvaló következménye az úgynevezett sugár egyenletlenség, ugye így, ha átalakítjuk, akkor látjuk, hogy a körírható kör sugara az mindig nagyobb vagy egyenlő, mint a beírható kör átmérője. Na most erre a beállításra mutatnék egy másik bizonyítást is. Ez szintén a matematika táborhoz kötődik. A matematika táborunkban mindig a diákoknak, egy-egy, a meghívott diákoknak egy-egy előadással készülniük kell. Ez általában kap meg egy angol nyelvű cikket, és egy vezető tanár segítségével ők azt feldolgozzák, lefordítják, prezentációt csinálnak hozzá, keresnek hozzá feladatokat. És az egyik évben Erben Péter kollégám, azt hiszem 10-esekkel vagy 11-esekkel inverziót dolgozta föl, és hát erre a feladatra egy inverziós megoldást szeretnék mutatni, vagy legalábbis annak a főbb lépéseit. Hát az inverziónál megmutatható, hogy ha van egy nagy R-sugarú kör, amit invertálunk, akkor annak a sugara az ezen összefüggés alapján fog változni. A kis R az a inverzió alapkörének sugara, a D pedig a inverzió alapkörének és az új kör középpontjának a távolsága. És hát ezt fogom majd felhasználni, a geometriai szép részét szeretném mutatni. Tehát akkor ugye az történik, hogy ezt is egy ábrát készítettem, hogy az ABC háromszögnek ugyanúgy I a beírható körének középpontja, O a körírható körének középpontja, EFG-vel jelöltem a beírható kör érintési pontjait az ABC oldalakon, és így kaptunk ugye egy EFG háromszöget, aminek lényegében az eredeti háromszög beírható köre, az a körírható köre lesz. És hát akkor azt tudjuk észrevenni, hogy a CI szakasz az merőleges az EF oldalra, és a C vesző, ugye itt szintén ugye arról van szó, hogy a CF egyenlő CL-vel, mert külső pontból körülszózott érintő szakaszok, akkor tehát ott a C vesző pont az, ami ugye az eredeti háromszög szögfelezője volt, az ott felezi az EF oldalt, és ráadásul ugye a CI merőleges is az EF-re. Valamint maga a CEI háromszög, az egy derékszögű háromszög, ugye az IE az egy sugár, és az merőleges az oldal, az érintőre. És hát akkor, hogyha erre a derékszögű háromszögre alkalmazzuk a befogó tételt, akkor azt tapasztaljuk, hogy az EI négyzet az egyenlő IC-szer IC vesző, vagyis R négyzet egyenlő IC-szer IC vesző. Vagyis ez azt jelenti, hogy a C pontnak a beírható körre vonatkozó inverz képe az a C vesző pont. És hasonlóan akkor az A pontnak az inverz képe az A vesző pont, a B pont inverz képe a B vesző pont. Így kapunk három, nem egy egyenesbe eső pontot, amihez tudunk illeszteni egy kört. És hát akkor ez a kör, ez a kicsi piros kör, miután a C vesző, A vesző, B vesző azok felező pontok voltak, az a kicsi piros kör, az a Feuerbach köre az EFG háromszögnek. Ugye a felező pontokon áthaladó körről van szó. A Feuerbach körről meg tudjuk, hogy a körírható kör, a sugara az a körírható körnek a sugarának a fele, de most az EFG háromszög körírható köre az a kis R sugarú kör volt. És hát akkor lényegében megvagyunk. Tehát az derült ki, hogy a két piros kör az egymás inverzei. És hát akkor innentől kezdve az előbb mutatott összefüggésbe behelyettesítve, ugye most az abszolút értéket azt ugye így írhatom, mert ugye így vettük fel az alapokat, és hát akkor egyszerűen átszorozva kijön az összefüggés.
Hát picit gyorsabb, de hát azt hiszem az inverzió az, az elég nagy ágyú ahhoz képest, mint, a, mint az előző bizonyítás volt. És akkor a harmadik bizonyítás, amit még nem mondani kell, de azt hiszem talán az egyik legismertebb, az a vektorok felhasználása, a Reimann Istvánnak a geometria határterületei könyvben megtalálható. Az is egy nagyon szép és elegáns bizonyítás. Na hát akkor a, hol vannak itt a bicentrikus négyszögek? Hát ugye azt szeretném bebizonyítani, hogyha egy négyszögnek van beírható és körírható köre, akkor ugyanezekkel a jelölésekkel ez az összefüggés lesz igaz ezekre a szakaszokra. És hát akkor azt hiszem, hogy érthető, hogy miért olyan alakban írtam fel az Euler tételt is. Ugye nagyon szép kis rokonság, könnyen megjegyezhetővé válik, hogyha ilyen alakot használok. Hát most erre is szeretnék mutatni egy elemi geometriai módszereket felhasználó bizonyítást, és van benne egy nagyon szép trükk, amit én nagyon szeretek, és hát remélem, hogy diák is majd egyszer csak újra, esetleg újra használják meg valamilyen feladatban. Hát íme egy szép kis ábra. I a beírható kör középpontja, O a kör írható kör középpontja, és hát akkor itt fog mindenféle észrevételeket tenni. Hát ez is ugye az a két satírozott háromszöggel szeretnék foglalkozni. Az a két satírozott háromszög, ugye hogyha egy húrnégyszögről van szó, akkor hogyha az A-nál levő szöget a egyszerűség kedvéért most két alfával jelölöm, a C-nél levő szöget pedig két gammával jelölöm, ugye itt szögfelezőkről van szó, tehát alfa és gamma az a két szög, ami ugye itt a derékszögű háromszögeknél ott fölbukkan. Tehát az A, I, K szög és a C, I, L szög összege is 90 fok, mert ugye a két alfa meg két gamma az 180 fok, az alfa meg a gamma az 90 fok, és akkor ugye a derékszög háromszögben ugye a másik szögek összege is 90 fok. És hát hogy ez a két szög 90 fok, illetve az I, L és az I, K szakaszok mindkettő a beírható körnek a sugara, ezért ez a két derékszögű háromszög egymás mellé fordítható. Tehát ezt a felső kis háromszöget le tudjuk ide fordítani ő mellé. Ugye a I, L és az IK szakaszok azok sugarak. Azt beláttuk, hogy a AI C szög az 90 fok, tehát kapunk egy szép derékszögű háromszöget. És hát akkor ebből a derékszögű háromszöggel az elég sok mindent tudunk már kezdeni. Hát felüljük például a területét kétféleképpen. Tehát ugye R-szer, tehát magasság szorozva, illetve hát a kétszeres területe van természetesen felírva, tehát alapszor átfogó szorozva a magasság, illetve a két befogó szorzata. Hát ezt azért biztos a kedvéért négyzetlemeljük, mert az eredeti összefüggésünk az tele van ilyen négyzetes összefüggésekkel. Felírjuk még a Pitagorasz tételt is erre a háromszögre, tehát az AK meg K, AK meg LC szakasz az, az átfogója, és akkor ugye az AI négyzet meg CI négyzettel. És hát akkor ugye megint látszik, hogy egy kis algebrát az itt se úszunk meg. Ha összevetjük ezt a két egyenlőtlenséget, tehát ugye mondjuk leosztjuk őket egymással, tehát mondjuk az alsót leosztjuk a felsővel, akkor ugye egyik oldalon lesz az 1 per R négyzet, a másik oldalon pedig ugye a négyzet összegeket osztom a négyzetek szorzatával, tehát egy ilyen reciprok négyzet összegek lesznek. Hát akkor az egyik oldal megvan. Jöhet a másik oldal. A másik oldalhoz pedig a következőket tesszük meg. Tehát az ECD szög, az gamma, akkor az EOD szög, mint középponti szög, ő két gamma. Jó? Tehát, hogy ECD szög az ugye gamma volt, mert két gammával jelöltem egy szöget, akkor az EOD szög, amit van szög, az két gamma. Hasonlóan a másik oldalról, ha nézem, az FAB szög, ez itt alfa, akkor az FOD, azt mondhatottam a mérve, az pedig két alfa. Na de hát két alfa meg két gamma 180 fok, tehát ez azt jelenti, hogy az A pont metszette ki a körbe azt az F pontot, de ebben bevizsgáltuk, hogy az E, az O és az F pontok azok egyenesbe esnek. Mert ugye az előbb az FO szakaszról, a másik állításban pedig az EO szakaszról beszéltem, tehát most kiderült, hogy az E, O és az F
pontok, azok egyegyenesbe esnek, nem csak a GeoGebra tudja ezt nekem jól megcsinálni. És ugye az jó szakasz az, ami a amit kisdével jelöltem, ugye arról szeretnék majd valami információt kinyerni. Hát ha megnézzük, akkor ez az EI F3 szögben, az IO szakasz az egy súlyvonal. Ugye, mert az O az egy átmérő felzőpontja, az F, az EOF az egy átmérő volt. Tehát akkor ebben a EIF háromszögben az IO az egy súlyvonal. És hát akkor ugye megint megkérdezhetjük a gyereket, hogy mit tanultunk a háromszög súlyvonaláról. Hát így, hogyha O pontra tükrözzük ezt a háromszöget, akkor ugye kapunk egy parallelogrammát, és akkor a parallelogrammal oldalai és átlói közötti négyzetes összefüggést fel tudjuk használni. És hát akkor jó, mert itt most már az IO szakasz az szépen előkerül, hogy az IO az kis d, az EF az 2R, ugyanúgy, mint az előző esetnél az I pontnak a körre vonatkozó hatványát természetesen nem ússzuk meg. Szintén ugye az O-n átmenő egyenesre ugye megint az R plusz D szer R minusz D összefüggést kapjuk, és ez egyenlő az AI szer IF-fel, és az előző összefüggésben szerepelt az AI szer IF. És akkor ezt kifejezve, elosztva, és kis algebrával kijön az összefüggés. Ez valószínűleg így az algebrai részét biztosan, hogy ilyen tempóval nem lehet lekövetni, de hát a 30 perc is nagyon kis rövidke. Mindenképpen ugye a dia is, illetve a végén fogok mutatni egy linket, ahol a teljes 2x90 perces szakköri anyag elérhető. Csak elemi dolgokat használtunk, de nagyon sokat. Tehát én úgy gondolom, hogy ugye ezt matematika táborban is 11-12-esekkel szoktuk csinálni, illetve hogy én amelyik osztályban tanítok, ezt én ott én el szoktam mondani. Egy ilyen nagyon jó kis geometria ismétlésnek is tekinthető, és hát szerintem nagyon szép állításokat kapunk. És hát főleg a kapcsolat a háromszög és a bicentrikus négyszögek között az úgy gondolom, hogy eléggé látványos. Egyébként ezt a tételt, csak azt elfelejtettem itt mondani zavarommal, az előző az Euler volt, ezt Nicolas Fuss nevéhez kötik ezt a tételt, talán egyik diánkin is volt, hogy Fuss tétel. Nicolas Fuss Eulerrel együtt dolgozott, és hát ilyen szépségeket gyötört ki, sőt, hát találtam, hogy ő bicentrikus hatszögekre és nyolcszögekre is hasonló számításokat elvégzett, de úgy gondolom, hogy ez már a középiskolások türelmét mindenképpen túlzottan igénybe venni. Időről időre fölbukkan az egy ilyen bicentrikus négyszöggel kapcsolatos feladat. A geometria feladatgyűjteményben is találtam, több versenyen előkerült. Ezeknek a feladatoknak a megoldása is a jegyzetben benne van, amit el lehet érni a honlapunkon. Hát úgy hozta a sors, hogy Urbán János mellett tanítottam évekig specmaton, és hát nekem jutott a geometria, és így szépen csendben így bele ásta magát az ember a geometriába. Én ezt a témát nagyon, nagyon kedvelem, a gyerekek is elég jól viselik, hát használják sok egészséggel, akinek tetszett. És én köszönöm szépen a figyelmet. És hát akkor a matektábor.berzsenyi.hu 2016 alatt a teljes 2x90 perc alatt sem nagyon elvégezhető anyag megtalálható. Köszönöm szépen a figyelmet.